Az egyes kó felújítása. Minden a tervek szerint és a megfelelő ütemben haladt az egyes kóhó felújítása során. Erről tájékoztatott Mezőközi András, az ESD Dunaferr ZRT HR igazgatója. Így mintegy másfél éves szünet után augusztus 19-én elindulhatott a próbaüzem. 2013 év elején állítottuk le az egyes kóhót, ennek nyilvánvaló technikai okai voltak. Megkezdődött a felújítás, ebben az évben egy szlovák cég, a Termostav Mráz volt a kivitelezője a kohófelújításnak, a munkaterületet rendben átadták, és a mai napon reggel 8 órakor a tervezett ütemnek megfelelően elkezdődött a próbaüzem. A próbaüzem egy ideiglenes igénybevételt jelent, amely során a teljes körű működtetéshez szükséges technológiai felkészüléseket végzik el. A kiszárítás és a visszahűtés után feltöltik a kohót, amelyet a ráfúvás és a próbacsapolás követ. Végül a teljes üzemeltetéssel és az ünnepélyes átadással zárul a fejlesztés, valószínűleg szeptember elején. Mezőközi András elmondta, ezután még legalább fél évig két kohós működésre lehet számítani. Hangsúlyozta, ez kedvezően hathat a termelésre, ugyanis így maguknak biztosíthatják az alapanyagellátást.